Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nagyon hálás a szívem azért, hogy közöttetek lehetek ezen a mai délelőttön. Nagyon jó veletek dicsőíteni az Urat. Ahol az Úrnak lelke van, ott a szabadság. Amen. Amen. És szabadok vagyunk arra, most már, hogy az övéi vagyunk, hogy dicsőítsük az Urat kezeinkkel, lábainkkal, szívünkkel, egész lényünkkel és hogyha megvan ez a szabadságod, akkor adj hálát érte, mert sajnos nem mindenki éli meg még ezt a szabadságot. Sokan küszködnek még sokféle vádlásokkal, gondolatokkal, hogy vajon tegyék, vajon ne tegyék, vajon legyenek szabadok, vajon ne legyenek szabadok. De ahol az Isten lelke van, ahol az Isten lelke uralkodik, ott, ott szabadság lesz. Szabadság lesz nem a bűnre, szabadság lesz nem a testre, hanem szabadság lesz például arra, hogy az Istent imádjuk. Mert méltó az Isten, hogy őt imádjuk. Amen. Olyan Istenünk van, aki méltó arra, hogy ebben a teremben is felhangozon a dicséret. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a lehetőséget, invitálást, hogy, hogy közöttetek lehessek szolgálások. Nagyon szépen köszönöm a Szili barátomnak a, a, a meghívást és a gondolatot. Egy átmeneti időszakban vagyunk, egy ilyen tranzit időszakban vagyunk. Nemrég szeptember közepén jöttünk haza Kanadából, egy 11 éves kiküldetésben voltunk ott a Pünkösdi gyülekezetben, és... A karácsonyok azok nagyon, hogy mondják ezt, nagyon foglalt időszakok, nagyon zsúfolt időszakok tudnak lenni, és ebben a nagyon kemény zsúfolt időszakban Isten megszólított bennünket, éppen hamarosan közeledünk a számomra egy ilyen egyéves évfordulóra, amikor Isten a szószéknél megszólított, úgy döntött, hogy ott abban a pillanatban nem a hallgatóság felé, nem a testvérek felé szól, hanem, hanem hozzánk szól, és megértettük, hogy, ez az utolsó év, amikor Kanadában vagyunk, úgyhogy Istenek engedelmeskedve összepakoltunk, és hazajöttünk haza és itt vagyunk családommal. Van egy feleségem, van két gyermekem, akik már kint születtek, Sámuel és Sárika. Ők nagyon aranyosak, nagyon egyszerűek, nagyon, idegenek még azért itt Magyarországon, ő kecs, kecskemétről is a, a, a kecske és a tej jut eszembe, jut eszükbe. Reggel, mikor jöttem el, akkor el, elköszöntem a kislányomtól, Fiantól, és akkor azt mondja a kislány, apa, hova mész? Mondom, kecskemétre megyek, tudod szolgálni, mondom, úgy volt, hogy ti is jöttök, de sajnos lebetegedett a, a család, és nem tudtak eljönni, és azt mondja, jó, apa, azt mondja, hozzá egy kis kecsketejet, azt mondja, hozzá egy kis kecsketejet, nagyon szereti a, a, a kecsketejet. Úgy, hogy ők ők a magyarból talán ennyit értenek még, egy nagy váltás ez különösen nekik, átjönni a magyar kultúrába, ők, ők nem haza jöttek, ők az idegenben jöttek, és Istennek kegyelme az, hogy, hogy minden rendben van, és tényleg Isten kirendelte nagyon jó iskolát, nagyon sok vívódás volt az iskolában, nagyon sok vívódás volt a, a lakásban, hogy hol lakjunk, hol, hol járjanak iskolába, angolul tanuljanak, magyarul tanuljanak. Isten ezeket a vívódásokat nagyon egyszerűen rendezte. Mi vívódtunk, ő pedig kirendelt egy utat, ami megmaradt, és most ebben vagyunk. Úgyhogy Budapest Től egy olyan fél órára Pilis-Szánton egy kis falun lakunk, és nagyon élvezük, nagyon szeretjük ott a, a falusi légkört, a friss levegőt, és egy nagyon jó közösséget találtunk ott. Amellett pedig Istenek kegyelméből ez is az ő gondviselése és az ő szeretete számunkra, hogy ebben az időszakban még keresve az Úr akaratát, hogy Isten mire is hívott el bennünket ide, idehaza az Agapi gyülekezetben, a Budapesti Agapi gyülekezetben töltjük nagy részt az időnket, ott szolgálunk és ismerkedünk a testvérekkel, és keressük az Urat, ők is, mi is, hogy mi az Isten akarata a továbbiakra nézve. Úgyhogy nagyjából körülbelül ennyibe, ennyit rólam magunkról, majd aztán egy néhány dolgot még az alkalom végén. Annyit szeretnék még csak azért elmondani, hogy nagyon nagy tisztelettel vagyunk, és csodáltal az iránt a munkáért, amit Isten itt végez közöttetek. A szilárd pásztorlása és az egész családdal, Annettel együtt, mi nagyon felnézünk rájuk, és tiszteljük őket azért a munkáért, amit végeznek, fáradozásaikért. És ha jól számolom, valamikor 12 évvel ezelőtt azt hiszem, hogy járhattam én kecskeméten vagy ott, a körül, mielőtt elindultunk. Ha jól emlékszem, akkor is meghívtatok, akkor még a vasút mellett valahol volt egy épület. Nem tudom hányan voltatok ott akkor a néhányan, a többiek vagy még nem ébredtek fel, vagy vagy máshonnan jöttek. De azt hiszem az volt az utolsó alkalom, hogy mi találkoztunk veletek, és nagyon csodáljuk az Úrnak kegyelmét, hogy, hogy mint gyülekezet, mint közösség, mint élő közösség, mert, mert azért a dicsőítés alatt ezt értettem meg, hogy mint élő közösség vagytok az Úr kezében és Szeretnélek megáldani benneteket, és kívánni az Úrnak áldását arra a munkára, arra a szolgálatra, miért ezen a helyen fárodoztok, végeztek együtt a pásztorotokkal és a vezetőséggel, vezetőkkel. Isten nagyon áldjon meg benneteket, és tegyen nagyon gyümölcs Ebben a városban, a ti szolgálatotokat. Egy néhány gondolattal szeretnék én is készíteni benneteket, ha úgy tetszik, a karácsonyi időszakra. Ézsás Profita könyvéből olvastam egy igét, amely nagyon megbátorította az én szívemet ebben az időszakban, és nagyon egyetértek a, a, az alkalomvezető testvérrel, hogy bizony minden oldalról nagyon préseltek vagyunk, nagyon elfoglaltak tudunk lenni az ember az iskolában, a gyülekezetben, a programok, készülődések, a család, a munka, az, az elvárások, az embert nagyon ki tudják sajtolni ebben az időszakban, és e, sokszor felmerül a kérdés, hogy talán érdemese ünnepelni, talán érdemese hangsúlyt tenni az ünnepre, érdemese foglalkozni, érdemese áldozni, ennyit érte, vajon, vajon, vajon mi haszna ebből az embernek, hogyha itt is rohan, ott is rohan, a gyülekezetbe is rohan, színdarabra készülnek, az iskolába is színdarabra készülnek, meg még ilyen közösség, meg olyan közösség, és mindenhol az ember Gyakorlatilag megpróbál sokszorozódni, hogy mindenben benne legyen, mindenhol jelen legyen. Szeretném elmondani nektek teljes bizalommal, bizonyossággal, hogy Isten pontosan tudja, hogy milyen időszakon mész át. Pontosan tudja, hogy mi történik veled. Egészen pontosan. Nem csak arra gondolok, hogy a fejednek hajszálai ugye az igéből számon tartja, hanem arra is, hogy mi megy végben a lelkedben, mi megy gondolatok foglalkoztatnak, milyen terheket cipelsz Isten pontosan tud ezekről. És amikor Ézsaiás a könyvének a 40. fejezetéből fogok olvasni a 9. és a 11. vers, akkor szeretném, hogyha így tudnánk figyelni erre az ígére, hogy Isten hogyan akar bemutatkozni az ő népe számára. Mert az ő népéhez szól ebben az ígében. Az ő népéhez szól, aki fogságban van, aki, aki a figyelmeztetés ellenére gyakorlatilag hogy úgy mondjam, a 18 kerekes kamion szembe jött velük, és, és megszenvedték azt, amiről Isten előre mondta, hogy jönni fog az ítélet. Gyakorlatilag Ézsajás profétának a szolgálatát én így fogom fel, hogy olyan ez, mint amikor az ember megpróbál átcsúszni a, a, jelzőlámpánál. Látod, hogy, hogy még zöld, de átváltott sárgára, és azt mondod, hogy még sikerülni fog, még átcsúszok, még beletaposok, és, és, és átmegyek. És nagyon sokszor sikerül nagyon sokszor örülünk is, hogy átcsúsztunk, nem volt rendőr sem, átmentünk, és, és minden rendben volt. És igen, ám csak, csak nem vettük észre, hogy a kanyar után, vagy a kereszteződés után jön velünk szembe a 18 kerekes kamion. És, és ott vége van az élménynek. Hogy, hogy átjutottunk, sikerült, megúztuk, de szembe mentünk a kamionnal. Ilyen Ézsajás Profitának a szolgálata. Az első 40-39 fejezetben folyamatosan figyelmezteti a népet, hogy jönni fog az ítélet. Ha nem romboljak le a bálványokat, ha nem fordulunk el a bálványoktól, ha nem fordulunk oda az úrhoz, ha nem térünk meg az úrhoz, jönni fog az ítélet. És a nép mindig megúszta. Mindig átcsúszott, Mindig valahogy Isten kegyelme, Isten szeretete, mindig késleltette ezt az időszakot. És egyszer csak bejött az ítélet. És elvitték őket fogságba. Ismeritek a történetet, 70 éves babiloni fogság. De a 40. résznél történik egy váltás. A próféta már nem az ítéletről beszél, hanem elkezd beszélni arról, hogy Isten gondoskodni fog az ő népéről. Hogy Isten nem mondott le végérvényesen az ő népéről, hanem meg fogja szabadítani őket. Le fog hajolni hozzájuk. És Isten olyan itt ezekben az igeversekben, mint aki újból bemutatkozik az ő népe számára. Mert nagyon sokszor a nyomások, a terhek, a monotonitás a, a monoton, beállt életünk, a szívünk sokszor elidegenedik Istentől. Mennek a dolgok, végezzük a dolgokat, keresztény dolgokat is végezünk, és minden rendben van, de a szívünk, a sokszor elidegenedik Istentől. Isten pedig újból közel jön és újból bemutatkozik. Azt vettem észre, Kanadában szolgálva nagyon sokszor ilyen családoknál, testvéreknél, barátoknál, ilyen grillpartik, nem tudom, itthon szoktok, szoktak ilyenek lenni, ilyen grillpartik szoktak lenni, hogy valaki a család barát szervez egy grillpartit, csak akkor meghívja a barátait, és akkor ott megismersz új embereket, és nagyon jó lehetőség, mert meg tudsz ismerni tényleg olyanokat, akik nem járnak gyülekezetbe, vagy teljesen más körökben forognak. És azt vettem észre, hogyha bemutatkozok, és azt mondom, hogy igen, németi Zsolt vagyok, a torontói első szeretett magyar pünkösi gyülekezetnek a lelki pásztora, akkor ennyi volt a beszélgetés. Utána senki nem akart velem többet beszélgetni azon a délutánon. Úgyhogy muszáj volt kitalálnom valami mást, gondolkodtam is, hogy mit, mit tudjak mondani, hogy mégis az emberek ne hátrafele lépjenek, hanem, hanem tudjunk beszélgetni, tudjunk barátkozni, ismerkedni. Úgyhogy több esetben azt mondtam, hogy ügynök vagyok, titkos ügynök vagyok. És akkor az, az embernek a, a szeme azért felcsillan az első pillanatban, de a következő mondatban úgy is kiderült, hogy lelkész vagyok. Csak, csak azért jó volt látni azt, hogy az embereknek a reagálása a bemutatkozás során hogyan, hogyan nyilvánul meg. Mert attól fél mindenki, hogy ugye, hogy pap, és akkor ő vele másképpen kell beszélni, meg ő. Ő, ő, akkor vele talán nem lehet olyan jó társaság. Vagy ne, én nem is tudom, hogy mire gondolnak igazán, mert arra az oldalról nem közelítettem meg, de, de a bemutatkozás. Isten ezekben az igeversekben bemutatkozik az ő népének, és szíven vágya az, hogy hogy legyen ez egy ilyen személyes bemutatkozás számodra is. Legyen ez egy olyan időszak, az előttünk álló ünnepek, az előttünk álló családi időszakok, legyenek olyan idők az életünkben most, amikor, amikor Isten személyesen közel tud jönni hozzánk. Amikor Isten személyesen el tudja mondani neked, hogy milyen szíve van irántad, hogy hogyan gondolkodik Isten rólad. És így bátorítja Isten az ő népét, ezzel a, én úgy hívom, hogy ezzel a verbális öleléssel. Itt látom, hogy Magyarországon is olyan érdekes ez a, ez a, ez a fej, hogy már nem ez, hanem hogy olyan belül, hogy, hogy hozzá tud szokni máshoz, olyan, olyan könnyen el tudjuk sajátítani a másat, és Például Kanadában ugye mindenki ölelkezik, mindenki így köszönti egymást. Ott nyújtod a kezedet, és nem mindenki nyújtja vissza a kezét, mert, mert nem szeretne kezet fogni. De, de megveregetni a váladat azt azt majdnem mindenki csinálja. De nem szabad túl sokat. Tehát csak hármat megveregeted, és kész. Utána engeded, el. ha már öt van, akkor már gyanús vagy hogy az illetőnek a szándékai mik szóval Az ölelés. Ebben az igeversben Isten egy ilyen ölelést ad az ő népének. Hallgassuk meg ezeket az igéket, illetve ha a Bibliátok itt van, akkor olvassátok velem a revidiát fordításból fogom olvasni. Ézsás Profita könyve 40. rész a 9. verstől. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, Emelt fel szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emelt fel, ne félj, mondjad Júda városainak, imhol istenetek. Imé az Úristen jön hatalommal, és karja uralkodik. Imé jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölőjében hordozza a szoptatósokat, szeliden vezeti. Itt a szoptatósokat van egy jobb fordítás is, az, az anyajókat szeliden vezeti. E, és nézzük meg, hogy mit akar itt igazából e, Isten mondani. Az egyik e, rövid bátorítás az, hogy Isten soha nem marad adós, amikor érte vagy neki szolgálsz. Jön az Úr, azt mondja a proféta, hatalmas az Isten, hozza magával, hozza előtte az ő jutalmát, meg fogja jutalmazni azt, aki érte fáradozott. És nem feltétlenül csak anyagi áldásokra kell gondolni, de nagyon sokszor ilyen formában is jöhet Isten áldása. De nagyon sokszor lelki dolgokban, nagyon sokszor a lég, családi légkörben, nagyon sokszor a, 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 a szellemi életünkben Isten megjutalmaz bennünket és megáld bennünket. Úgy elmélkedtem az, el, az elmúlt órákban, gyakorlatilag a tegnapi nap folyamán, hogy hallottam a. Reinhard Bonke testvérünknek az úrhoz való költözésének a hírét. Most már több éve ugye Floridában lakott, és egy visszavonult az aktív szolgálati életéből, és betegséggel is küzdködött, és tegnap úgy az úrhoz ment, hogy, hogy micsoda, micsoda ajándék volt ő a föld számára. Egy, egy egész kontinens arculata gyakorlatilag változott, meg változik majd folyamatosan, azért, mert ez az ember Isten felkente, hogy vigye az evangéliumot Afrikába. Miért mi csodálatos ajándék? vajon milyen jutalom várta őt, amikor meglátta az urat? Vajon, vajon meglátta -e azokat? Hogyan fogadták azok, akik talán általa tértek meg, és már az úrnál voltak? Egy, egy óriási e, szolgálattevő. Nagyon szerettem őt. Az ő egyszerűségét, az ő Krisztus központuságát és az ő, az ő lelkesedését az úr szolgálatában. Nem volt olyan helyzet, nem volt olyan szituáció, szolgálat, ami, ami őt visszafogja az úrnak való lelkesedésből. Láttátok a szolgálatát, olvastatok, vagy, vagy hallottatok róla, biztos. E, e, nagyon szerettem az ő, az ő tüzes, lelkes szolgálatát az Úrnak. És, és valóban igaz ez. Egy, azt gondolom, hogy egy, egy igazi értelemben vett pünkösdi e, igehirdető volt. Egy igazi értelemben vett pünkösdi e, evangélista. Aki, aki hiteles volt, aki semmiféle botrányokba nem keveredett bele, aki nem vált el, nem házasodott újra, nem használta a nőket, vagy a pénzt, vagy bármi más. Ma annyi ilyen van a világban, hogy, hogy szinte alig találni olyanokat, akik, olyan szolgálókat, akik ezen a területen hűségesen megállnak, de, de ő volt egyike azoknak, azoknak a nagyoknak. Akiknek Isten adott egy szeletet ebből a, ebből a kék bolygóból, arra, hogy megevangelizáljon, megszólítsa megszól őket az evangélium. Hány millió embert elért az evangélium rajta keresztül? Isten jutalmazása nem marad el. Nem tudom, hogy mivel fáradozol, nem tudom, hogy vállalsz-e terheket, a gyülekezet a közösség életében. Nem tudom, hogy Isten bízott e feladatot rád itt, kecskeméten, hogy mivel szolgáld az Urat. Nem tudom, hogy, hogy vállalsz-e valamit abból, amit a gyülekezet megvalósít, vagy meg akar valósítani az elkövetkezendő időszakban, de ha, ha vállalsz terheket, ha, ha szipelsz terheket az Úrért, szeretném elmondani, hogy Isten nem fog adós maradni ebben a tekintetben. Egy percről sem, egy, egy napról sem, amit, amit érte áldozolod, nem fog adós maradni neked. Isten meg fog áldani téged. Ezt mondja a próféta, hogy jön az Úr, hatalmas az Úr, előtte jár az ő jutalma. A próféta így mutatkozik be, hogy hatalmas az Úr. Tudjátok, Istenek olyan érdekes az ő munkája, az ő, az ő, kegyelme felénk. Csodálkozom azon, hogy egyáltalán ugye közeledünk a karácsonyi időszakhoz, és megemlékezünk arról, hogy Isten gyermekként eljött erre a földre, megszületett, és feláldozta magát, értünk, és életet adott nekünk, megszabadított bennünket ami mi bűneinktől, egy új reménységet hozott számunkra, egy gyakorlatilag megváltoztatta az életünket. Annyira hálás vagyok ezért a kanadai-torontói időszakért. Nagyon sokszor átéltük azt, hogy betévettek emberek az utcáról. Voltak, akik csak azért, mert nyitva volt az ablak, és hallották a, a dicsőítést, a, a magyar nyelvű dicsőítést az angol utcán, ugye? E, és, és bejöttek, hogy kik azok, akik magyarul énekelnek? És megtértek, ott maradtak, beépültek, és... E, megismertik az urat. Hány meg hány ilyen történet volt, akik itt Magyarországon azt mondták, hogy soha nem mentek volna el egy templomba. Egyszerűen nem voltak, élméltek olyan körülményekben, hogy Isten meg tudta volna szólítani őket, hogy elmenjenek egy, egy Isten tiszteleti alkalomra. Oda pedig bejöttek, mert ha külföldön vagy, és munkát keresel, és közösséget keresel, és, és rá vagy szorulva arra, hogy valaki az első időszakban különösen kisegítsen, hogy tudjad fizetni a számlákat, mert bizony nagy számlák vannak, akkor az első dolog, ahova mész, azok a magyar közösségek. És a magyar közösségeken belül is az egyházakhoz mész, és megkérdezed, hogy ki az, aki vállalkozó, ki az, aki tud segíteni, ki az, aki ki tudna segíteni egy néhány hetes munkával, vagy stb. stb. Rengeteg ilyen helyzet. Történetek, ahol Isten hatalma megmutatkozott. Ateista, aki soha nem akart hallani Istenről, eljön a gyülekezetben és hallgatja végig az Isten tiszteleteket. Anég senki nem kötelezte rá, senki nem kérte tőle, de, de eljön és, és végig akarja ülni, mert, mert akkor, amikor sokszor hallottuk ezt, hogy amikor eljövök, szombat este volt az Isten tisztelet a, a Torontai gyülekezetben, Miért jössz Isten tisztelete, kérdeztem sokszor a, a világembert. Mi, miért jössz? Hat, ég, hat hónap is eltert, még mindig jössz. Nagyon örülünk, de, de mi az, ami megfogott? Mi az, ami érdekel? Tudod, azt mondja, amikor idejövök, akkor azt mondja, egyszerűen megnyugszik a lelkem, egyszerűen békességem van, egyszerűen egész héten mindig arra gondolok, hogy mikor jön el a szombat este, hogy, hogy újból ott lehessek az Úr előtt. Ki az, aki át tud formálni, Életeket. Ki az, aki ki tud hozni az embereket a drogból, az alkoholból? Ki az, aki helyre tudja, állni a, 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 helyre tudja állítani az embert mindenféle e, szexuális bűnökből, meg gondolati bűnökből? Ki az, aki, aki meg tudja szabadítani az embert ebből a e, sötét életből? Ha nem az, akiről Ézsajás profétál, hogy hatalmas ez az Isten. Hatalmas ez az Isten. Tudjátok, vannak hazugságok, amiket sokszor elhiszünk meggyőződésem, hogy nagyon sokszor az ördöktől kapjuk ezeket a hazugságokat Isten személyre vonatkozólag. Úgysem vagy méltó, úgysem szeret az Isten. Isten téged nem fog komolyan venni. Mit akarsz te? Te akarod dicsérni az Urat? Te akarod szolgálni az Urat? Hát te, te, tudod, hogy ki vagy. Te nem is készültél fel, nem is, nem is úgy van a szíved, nem is úgy van a, a, az életed. Te akarsz valamit adni az Úrnak, ugyan már ne vicceljünk. És ebben a könyvben, Ézsajás próféta könyvében, amit 400-szor idéz az új szövetség, az ő szolgálata, az ő, az ő proféciái jelentősek, még ebben az új szövetségi időszakban is. Azt olvassuk, ha, ha jól emlékszem, a hatodik részben, hogy Ézsajás proféta ugye, lát egy látomást, és ott találja magát az úr előtt, az úr trónja előtt, látja az urat a trónon, és rögtön ráébred arra, hogy uram, milyen vagyok? a alkon vagyok. És tisztáltalan alkon nép között lakok. És az Ószövetségben, amikor valaki tisztátalanul ment Isten jelenlétében, mi történt? Meghalt. Ezért kellett a Szent Sátorból megkötni a, a, a főpapot is, aki bement, mert nem tudta soha, soha hogy mikor megy rendezetlenül, és hogyha ott érte az Isten jelenléte, és megítélte őt, meghalt, úgy kellett kihúzni onnan. Nem volt, nem volt mentség. Isten szentsége előtt nem volt mentség. De ebben a könyvben olvasunk arról, hogy a proféta tisztátalannak érzi magát, miközben látja az urat, és egyszer csak jön egy angyal, és hozza neki a az eleven szenet, amit odaérint a nyelvéhez, illetve az ajkaihoz. És nem az történik, hogy a szentségben, meg, és a, szentségben a proféta a tisztátalanságaira meghalna, hanem az történik, hogy Isten megtisztítja őt. Egyszerűen alkalmassá teszi arra, hogy ott legyen az Isten jelenlétében. És ez egy váltás az Ószövetségben. Mert egészen eddig nem így volt az Istennek jelenléte. De Isten egyszerűen nem ö, ö, azt akarja kommunikálni, hogy nem, ő nem szennyeződik be azáltal, hogy én bűnöket viszek hozzá. Ő megtisztít engem, hogyha én oda viszem az én életemet neki. Hogyha én odaviszem az én felismert bűneimet, hogyha én odaviszem az én felismert szennyemet, és azt mondom, hogy Istenem, itt van ez a dolog, nem tudok ettől szabadulni, nem tudok ettől kitörni, nem tudom, próbálom, de nem tudom félretenni, Istenem, segíts ebben a dologban. Akkor nem az történik, amit a farizeusok gondoltak, hogy ha megérintett, tisztátalan leszel, hanem Isten azt mondja, hogy megérinti, és tiszta leszek. Megérint, és megtisztulsz. És ugyanezt látjuk az új szövetségben is, amikor az Úr Jézus a földön jár és szolgál, a vérfolyásos asszony ugye oda megy hozzá, és megérinti az ő ruhájának peremét. Az ószövetség értelemben, meg, meg abban a korban való értelemben is, azért ő az ő maga állapotában, a maga vérfolyásában gyakorlatilag tisztátalannak ítélt a törvény. Tehát ha bárki megérintette őt, vagy ő bárkit megérintett, akkor az az illető tisztáltalan lett volna, és be kellett volna mutassa az áldozatot, hogy megtisztuljon. Megérinti az Úr Jézus Krisztus, és nem az történik, hogy az Úr Jézus tisztáltalan lesz, hanem az történik, hogy az asszony meggyógyul. És helyreáll az élete. Ezért olvassuk azt Ézsajásnál, vagy ezért hirdeti Ézsajás, hogy imé jön az Úr, hatalommal jön az Isten. Isten hatalmas arra, hogy megváltoztasson emberi életeket, a tiédet is, az enyémet is. Amen? Isten hatalmas erre. Ha Isten nem képes arra, hogy megváltoztasson életeket, akkor nincs semmilyen más reménységünk. Akkor senki nem képes rá. Sem a családom, sem a barátaim, senki nem képes rá. Jön az Úr, azt mondja Jézsajás, hatalommal jön az Úr. Jönnek az ünnepek. Nagyon jó lenne, ha nem csak a rohanás, ha nem csak azonnal egy ilyen átfutó, Isten tiszteleti élmény lenne, hanem úgy közel tudnánk kerülni az úrhoz. Nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem otthon is. A hatalmas Istenhez. Nem tudom, hogy milyen családi körülményeid vannak. Nem tudom, hogy van-e szükséged egy ilyen Istenre. De ennek a népnek, aki fogságban volt, és azt mondja, hogy Isten hatalmas Isten. Igen, ő meg tud élni. Igen, ő, ő, véget tud vetni a visszaélésnek. Igen, ő véget tud vetni annak, hogy állandóan azt gondoltátok, hogy meguszátok és becsaptátok magatokat is, meg az urat is azzal, hogy, hogy mindig a paráználkodtatok idegen Istenek oltárainál. Isten hatalmas. De nem csak arra hatalmas, hogy megítéljen, hanem hatalmas arra is, hogy megszabadítson. Hogy helyreállítson. Van egy barátom, aki Kanadában él, de egy, egy székely ember, akinek a története, történetét ott ismertem meg, és szorosan együttműködtünk, és misszióztunk földön egy ilyen utca gyerekek között, árva gyerekek között, és egy nagyon szép misszió ez egyébként, és hálásak vagyunk az úrnak, hogy most már lassan-lassan ebből a, ez egy tábor volt, ilyen tábor, vagy táborként működött először, de most már gyülekezet kezd kialakulni belőle, és imádkozunk azért, hogy hogy Isten áldja meg ezt a munkát, mert egy olyan területen van ez a gyülekezet, ahol, ahol igazából evangéliumi gyülekezet nincsen, sem a faluban, sem a közeli, közeli térségben. Vannak unitáriusok, de az ott is a papok felakasztják magukat, vagy éppen alkoholizálnak, úgyhogy nem sokat tudunk előre menni ebben az ügyben, meg amúgy is másról szól az ő hitvallásuk. És az, ennek a, az embernek a története arról szól, hogy nagyon, nagyon mélyen került az életben. Amikor az ember Isten nélkül vergődik, akkor nagyon mélyre tud kerülni. És az alkohol, és a drogok, és az erőszak, a készúrások, vágások, itt, ott, mindenhol. Egy, egy olyan ember, ha, ha az úr megadná, és, és jönne, mert sokszor jön Magyarországra, szeretném majd bemutatni az ő történetét annyira mélyre az élete, családja, majdnem elválnak, erőszak, drogok, néptáncos volt egyébként, tehát ebben az életet élte, hogy amikor fellépések voltak, akkor nagy dínom, dánom, egész hajnalokig ittak, táncoltak, mulattak, aztán utána pedig jött a, keserű pirula, hogy egyszerűen nem, nem tudták már az életet dolgozni. És annyira lezüllött minden, annyira tönkrement a család, tönkrement az élete, minden tönkrement, hiába, hiába Kanada, hogy egyszerűen azt mondta, nincs, nincs tovább, elmegy és felakasztja magát. És ez, ez volt az utolsó reménye bajok minden irányából, rendőrség, házasság, minden, minden irányból, és nincs más kiút székeembernek a, a makadságával, hogy elmegyek az erdőbe, felakasztom magamat, aztán kész, vége van. És elmegy az erdőbe, és viszi a kötelet a kezébe, leparkolja az autót, ott hagyja, Elsétál az erdőnek a mélyébe, és egyszer csak, ahogy sétál, már nagyon bent van az erdőben, már kezdte nézni a fát, hogy hova, hova kösse fel magát. Egy idős nénikével találkozik ott a, az erdőben, és a nénike meglátja őt. Egy gondolom, hogy azért a kötélből, meg mindenből észrevettek. Biztos nem a vaddisznót jött megkötni, hanem, hanem valami más szándéka volt. És a néni ez azt mondta neki egy idős mama, hogy fiam, ne tedd meg azt, amit szándékodban áll. Mert Isten szeret téged, és Istennek terve van az életeddel. És ez az ember ott az erdő mélyén gyakorlatilag összetört, elkezdett zokogni, sírni, hogy honnan ki az az Isten, aki az erdő mélyében, ahol, ahol fel akarja akasztani magát, kirendel egy olyan vasárnapiskolai tanító nénit mamát, aki gyűjti a, a tobozokat a, a, a gyermek foglalkozáshoz, és látja, hogy ez az ember megy, és nem tudom körülbelül hány éves lehetett 40-45 éves, vagy, vagy talán még fiatalabb, megy, és fel akarja akasztani magát, és Isten felhasználja ezt az idős mamát arra, hogy ennek az embernek az élete megváltozzon. És ott abban a pillanatban annyira megszólította Isten, hogy lemondott az öngyilkossági szándékról, és elment a mamával a gyülekezetbe. Ráadásul a mama a fiú székely, a mama román. Az összes kérszúrásai azért voltak, mert románokkal verekedett, kapott, adott, gyűlölte a románokat. És milyen hatalmas az Isten, hogy ott van az erdő mélyén egy, 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 idős mama, akin keresztül megmenti az életét, elviszi egy román pünkösdi gyülekezetben, olyanok közé, akik miket mindig gyűlölt, végighallgatja az Isten tiszteletet, elmegy másodjára és elmegy harmadjára is, negyedjére is, és, és átadja az életét az Úrnak, térden állva, zokogva a román gyülekezet közepén. Hatalmas az Isten, vagy nem? Hatalmas az Isten. És első azt mondja, hogy jön az Isten hatalommal. Advent időszakában vagyunk, készülődünk, várakozunk. Milyen Istent várunk? Milyen Isten mutatkozik be számunkra? Olyan, aki hatalmas Isten. Eszembe jutott egy másik történet, és ez is egy öngyilkosságos történet. Egy rendőr jött egyszer hozzánk gyülekezetbe, Kanadában, aki, aki abban az utolsó reményben jött, hogy, hogy ő véget kell vessen az életének, elmesélte, minden tönkre ment körülötte. Ház, házasság, minden tönkre ment. Mindent elveszített. kilt Kanadában, ott sem működött. Becsapták, nem, nem sikerült. Fel akarta magát az egyik hídon. Azt mondták neki, figyelj, ne tedd meg, gyere el, először gyere el, még adj egy esélyt magadnak, gyere el a magyarokhoz a gyülekezetbe. És ha, ha utána fel akarod ragaszkodni magad, akkor, akkor, akkor tegyed, de, de először adj egy esélyt magadnak, és eljön az Isten tiszteletre, és nem akarja többet az Isten tisztelet után véget vetni az életének. Mai napig is él, családja van, helyreállt a családja, há, nem csak házassága, gyermeke van, és Isten helyrehozta az életét. Hatalmas az Isten. Nem tudom, hogy milyen probléma áll előtted, nem tudom, hogy milyen terület van előtted, amiről azt gondolod, hogy soha nem fog megoldódni. És első egy olyan Istenről beszél, akihez bizalommal jöhetünk, mert hatalmas Isten. Ami minden napjainkban, ami, ami életszerű helyzeteinkben, Isten hatalmas Isten ha megérinted őt, ha hozzájövök, mocskosan, bűnökkel, védkekkel, szennyekkel, hiányosságokkal, őt nem változik meg, ő fog megtisztítani, ő fog helyreállítani. Mert milyen Isten az, aki fél az én bűneimtől? Milyen Isten az, aki fél az én szennyemtől, aki nem mer foglalkozni velem azért, mert nem vagyok tökéletes? Isten nem ilyen Isten. Isten foglalkozik velem akkor is, ha az én életem nincs rendben. Helyre akarja állítani, nála van a recept, nála van az út. Ő tud igazán beállítani arra a tervre, arra az akaratra, hogy az életem értelmes legyen, gyümölcsöző legyen ebben a földi életben. Mert hatalmas az Isten. Aztán Ézsajás nagyon tetszik, azt mondja a következő igeversekben, hogy mint pásztor jön, aki nyáját új legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza. Testvérek, Istenről sokszor nem egy ilyen bemutatkozást szok, várunk el sokszor. Hogy, hogy mint egy juhász, mint egy, mint egy pásztor, aki a bárányokat tereli, úgy jön az ön népéhez. Karjára emeli, azt mondja az ige. Karjára emeli őket, ölében hordozza. El tudjátok képzelni, hogy milyen üzenet volt ez annak a népnek, aki fogságban volt, akinek elveszett minden reménység, hogy egyáltalán már ki fognak-e innen szabadulni, egyáltalán könyörülni fog-e még az Isten rajtuk? Új generációk születtek, akik még talán nem is látták a Szentföldet, és nem tudták elképzelni azt, hogy lesz-e egyáltalán reménység arra, hogy, hogy tovább jutunk. És Isten azt mondja, hogy jövök, mint hatalmas Isten, és jövök, mint pásztor, aki tereli az ő nyáját, aki gondoskodik az övéiről. És nagyon tetszik nekem ez a kép, hogy, hogy megérinti a juhokat, hogy karjára veszi a juhokat, és az ölében tartja. Nagyon sokszor a lelki életben erre van szükségünk, hogy Istenhez közel legyünk, érezzük, tapasztaljuk az ő közelségét. A hívő élet nem arra lett el, elrendelve, hogy megtartsunk vagy megtanuljunk hívő szokásokat, megtartsuk a szokásokat, Isten pedig távol maradjon. Isten közel akar jönni mindig az ő népéhez. Közel akar jönni az ő népéhez. Az övé vagy. Az ő nevéről neveztet el életed, az ő kezének ö, ö, nyomait hordozza. Ő az, aki megváltoztatott, ő az, aki reménységet adott, ő az, aki kihozott. Nem tudom, hogy milyen háttérből, nem tudom, hogy milyen életből, de miatta vagy itt ezen a mai napon. Az ő kezének nyoma van az életeden. Az övé vagy. Ő pedig pásztorolni akar, terelni akar, vezetni akar. És ez annyira erős, ez a kép, hogy az új szövetségben az Úr Jézus, a János Evangélium a tizedik részben ugyanezt a képet használja. Hogy én vagyok a jó pásztor. És idegen hangját nem követjük, mert ismerjük az övét. Isten közel akar jönni az ő népéhez. Sokféle nevet ismerünk az Ószövetségben Istennel kapcsolatosan nem megyek bele a felsorolásaiban, de, de ismerünk, nem tudom, körülbelül 15-20 ilyen nevet Jehovával kapcsolatosan. Ugye az úr a gyógyító, az úr a gondviselő, az úr a harcos. Több ilyen kijelentései vannak. Istennek az utolsó kijelentése, az utolsó neve, az utolsó kijelentett neve az az, hogy Immanuel. Velünk van az Isten. Ez annyira fontos volt, hogy mikor az angyal szól Józsefnek, hogy vegye el Márját, akkor megerősíti, hogy ez lesz a neve. Jézusnak hívják, Immanuel lesz az ő neve, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Ugyanez a proféta, ugyanaz, Ézsajás profétálta meg ezt. És azt mondják, olvastam egy, egy, egy fizikus csillagász emberről, aki valamikor várjátok, hányos évben, valamikor 1958-ban egy, egy Peter Strohner nevű csillagász matematikus eldöntötte, hogy kiszámítja, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy azok közül a proféciák közül, amelyet az Ószövetségben ismerünk az Úr Jézus Krisztus a messiással kapcsolatosan, hogy körülbelül 700-600 év múlva beteljesedjen valakinek az életében. És az ő matematikai számításai szerint egy olyan számhoz ért, amit én még nem is értek. Azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy ebből a, ez a 108 messiási profécia beteljesedjen az ő születésében, az ő személyében, az ő halálában, az ő, az ő életében, az Úr Jézus Krisztus életében, ennek az esélye körülbelül egy a quad -hoz. Na ez az, amit én nem értek nagyon sok nulla, az én, értelmezésemben értelmezésében nagyon sok. Jó, ő, ő, ő tudja pontosan, hogy, hogy, milyen számok ezek, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy nagyon kevés az esély annak, hogy ez megtörténjen. Ha csak nem Isten tényleg valójában elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ha csak nem tényleg Isten 700 évvel korábban róla profétált, több profétán keresztül, hogy a gyermek születik nékünk, egy fiú Adatik nékünk. És nézzétek meg az igét, hogy hogy fogalmaz, hogy a gyermek születik, de a fiú Istennek fia, ő adatik. Mert ő van, ő létezik, ő nem akkor született, ő nem akkor jött létre, ő már az idő el elej, kezdetétől fogva létezett, ő az alfa és az omega, ő a kezdet és a vég. A fiú nem születik, a fiú adatik a proféciában. Isten fia jön el, Isten fiát ünnepeljük ezen az ünnepen. Nem akárkiről emlékezünk meg, nem akárkihez jövünk, nem akárkihez hozzuk a mi szívünket, a mi, a mi, lelkünket, hanem magához, az Úr Jézus Krisztushoz, az Istennek fiához. És ez a, ez a profécia az Úr Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatosan Ézsajás így fordítja az ő népének, így tolmácsolja az ő népének, hogy mint egy pásztor jön, aki, aki magához veszi az ő nyáját. Azt mondják olyan tudósok, akik az ember lényt kutatják, hogy ahhoz, hogy egy ember a napi feladatokat úgy kiegyensúlyozottan ellássa, ahhoz, hogy a stresszben, meg a különféle harcokban kiegyensúlyozott legyen, ahhoz szüksége van legalább napi 14 érintésre. Ezért a kanadaiak érintenek. Ölelkeznek. Szüksége van érintésre. A pásztor jön és megérinti a juhot. Karjára veszi és ölében tartja. Nagyon sok problémát az életünkben, nagyon sok aggodalmat az életünkben. Egy pillanatok alatt fel tud emészteni Isten jelenléte, és megváltozik minden. Nem tudom, hogy ti, ti hogy vagytok, vagy mit szoktatok csinálni, de amikor úgy nem mennek a dolgok, és amikor látom, hogy mennyi teher, hogy ide is, oda is, és az ember erre is készül, arra is készül, és ebben a folyamatos teherben ott van, és azt mondja, hogy uram, nem tudom, hogy hogyan fogom ezt megtenni. Felborul minden, nem oldódik meg ez, nem oldódik meg az, várok erre, várok arra, és egyszerre csak ott talán is nem halad előre az életem is. És látom, hogy bajban vagyok, akkor az első dolog az, hogy Isten közelségébe megyek. Úgy olvasom az ígét, úgy imádkozok, nem úgy, ahogy a mellettem ülő testvér akarja hallani, vagy tetszene neki, hanem úgy, ahogyan, ahogyan Istenhez méltó, őszintén. És pusztán csak néhány pillanat, vagy egy néhány perc az ő jelenlétében, az ő közelségében egyszerűen megváltoztat mindent itt bent, itt bent. Minden aggodalmat, minden félelmet, minden, minden aggódást, minden, minden harcot, ami, ami dúl bennem olyankor, egyszerűen kijövök és tisztába kép. Valahogy, valahogy meg vagyok nyugodva, hogy minden rendben lesz, mert, mert ő a karjába vesz. Mert ő az ő lébe vesz. Isten tudja, hogy, hogy mind mész át. Isten tudja, hogy, hogy milyen ez az időszak. Isten tudja, hogy mit kér tőled ez az időszak. Ezért ő önmagát adja, nem módszereket ad, hanem önmagát adja, lehajol, felkarol, és az ő lébe vesz. És végezetül még egy kép, amivel szeretném befejezni, és ami nagyon tetszik nekem ebben a proféciában. Úgy olvassuk ebben az utolsó igeversben, hogy ölébe veszi őket, és az anyajuhokat szelíden vezeti az anyajuhokat szeliden vezeti. Amikor olyan időszakon mennek át a juhok, ami, ami azért nem mindennapos. Nem bírják úgy az iramot, mint mások. Nem tudnak úgy még legelészni sem, mint a többi juhok. Egyszerűen olyan terheket viselnek, egyszerűen olyan állapotban vannak, hogy ki vannak szolgáltatva ahhoz, hogy, hogy hogy aztán később gyümölcse legyen ennek az állapotnak, ahhoz, ahhoz gondot, gondot kell viselniük magukról. Nem tudnak mindennel foglalkozni. Nem tudnak mindent felvállalni abban a pillanatban. Nem tudnak sietni, sem tudnak abban a pillanatban. És olyan érdekes ez a kép, hogy Ézsaiás próféta azt mondja, hogy, hogy a hatalmas Isten, aki erővel, jutalommal jön, az az Isten, aki ki tud szabadítani a fogságból, az anyajuhokat szeliden vezeti. Hogy Isten mennyire mindent tud az ő népéről, hogy felismeri azokat is, akik egy ilyen anyajuh állapotban vannak, és most nem feltétlenül a terhességre gondolok, eh, hanem egyszerűen meg vagyunk terhelődve sok mindennel, és, és átmehetünk olyan időszakon, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk versenyképesek a többiekkel. Nem, lehet, hogy nem tudunk olyan tökéletesen felkészülni egy ünnepre. Ugye azt mondják, hogy ez az ünnepi időszak, ez, ez általában nagyon sokak számára, ez a magánynak az ideje, a, 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 a depressziónak az ideje, mert, mert mert egyedül vannak, mert magányosak. És ha hiszitek, hanem a, a, kint a nagyvilágban is, Kanadában is, hiába ez a nyugati élet, olyan méreteket ölt a magány, olyan méreteket ölt a, 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 a belső elkeseredés és a depresszió, hogy, hogy sokszor szinte... Szinte ijesztő, félelmetes. És átmehet az ember olyan időszakon, hogy azt érzi, azt gondolja, hogy Isten, hát most nem vagyok méltó Istenhez. Én emlékszem az én saját életemre, hogy mennyit vívottam ezzel, amikor megszületett az első gyermekünk. Nagyon sokáig nem, nem lehetett gyermekünk, és egészen gyakorlatilag a magyarországi szolgáltunk alatt úgy is mentünk ki Kanadában, hogy, hogy csak ketten a feleségemmel. Kimentünk ketten és négy bőröndel. Ennyi volt az egész. Mikor visszajöttünk, visszajöttünk négyen, és visszajöttünk 105 bőröndel. És ebbe bútorok, ugye nem férnek bele. Be. Hogy amikor a fiunk megszületett, az önmagában számunkra egy nagy csoda, egy nagy ima meghallgatás, és hogy milyen hatalmas az Úr, hogy elveszítesz két terhességet, és ott vagy vívódsz, hogy miért nem, miért nem. Mindenki kérdezi, mindenki másnak van. Még olyanoknak is, akik nem akarnak, annak is jön a gyerek. Te pedig akarod a gyereket, és, és nem jön, és nem tudod, hogy miért. És ott vagy a szolgálatban, és vádolod magadat, hogy, hogy mi, milyen bűn, milyen uh, dolog van, amit egyszerűen nem tettél még le, hogy Isten nem, nem álld meg. És, és uh, miután elveszítettük a két uh, terhességünket, akkor Emlékszem arra, hogy ott voltunk a, az elágazásnál, hogy most vagy megkeseredünk, és azt mondjuk, hogy, hogy Isten ma már nem akar ilyen dolgokat tenni, vagy eldöntjük azt, hogy mégis ennek ellenére bízni fogunk az Úrban. Emlékszem arra, hogy beszéltünk a feleségemmel erről. És uh, eldöntöttük, hogy elő fogunk venni az Istenek igéből. Minden olyan igét, minden olyan történetet, ahol meddőség volt, ahol, ahol nem jött a gyermek, várták, de nem jött a gyermek. Elolvastok külön-külön mindegyiket, e, imádkoztunk értek közösen, és az Úrhoz emeltük, hogy Uram, itt is megtetted, ott is megtetted, Uram, ha akarod, ma is megteheted. Ha nem, mi akkor is szolgálni fogunk téged. Nem fogunk máshoz fordulni, nem fogunk engedni, hogy megkeseredjünk vagy hitetlenkedjünk, akkor is fogunk szolgálni téged. És hat hónapra, hogy befejeztük ezt a tanulmányozást az életünkben, hat hónapra rájött a hír, hogy a feleségem megfogant, és vártunk egy gyermeket, és így született az első fiunk Sámuel. Úgyhogy nagyon nagy örömünk és nagyon nagy áldásunk van benne, és volt volt benne. Viszont azt nem tudtam, hogy fel fog fordulni az egész életünk, hogy nem lesznek éjszakák. Hogy, nem, hogy, hogy ott vagy a gyülekezetbe, és ö, ö, szolgálsz, és ö, bekiabálja, hogy a élni kell, meg ilyenek. Ö, vagy, vagy nem, most nem, már nem tudom, hogy lehet -e ilyet mondani, de, de persze. Addig még én mondom, addig jó, nem? Ö, tehát ott, ott vagyunk, és. Ö, ö, a hangosítás be kell állítani, a projektort be kell állítani, a, a dicsőítésben a feleségem, a, az ajtónál is várjuk a testvéreket, és beszélgetünk a testvérekkel, és a, a gyülekezeti értesítő is, és minden, minden, minden ott van, de nem aludtál éjszaka, mert sírt, mert, mert beteg volt, vagy, vagy pellenkázta, és eltelik egy időszak már úgy ebben a fáradtságban, hogy hogy Istenem azért úgy Bibliát sem tudtam olvasni, hogy, hogy Uram, ebben az időszakban valahogy még imádkozni is csak abban tudtam, Uram, Uram segíts, ez a 112. Zsoltának a rövid imádsága, segíts Uram, ennyi, de, de vagy, vagy, esetleg még egy néhány mondat, de, de ott van egy olyan időszak, hogy Uram, még jóformán magamra sincs időm, nem hogy, nem hogy még adjak, még szolgáljak, még, még tegyek dolgokat, és Uram, egyáltalán ismersz még, egyáltalán szeresz még, egyáltalán méltó vagyok még arra, hogy, hogy, hogy szolgálak. Uram, uram, mi történik ebben az időszakban? És ugye ez az igevers úgy, úgy, megbátorít, hogy, hogy az anyajuhokat, akik egy ilyen nehezebb időszakon mennek keresztül, Isten őrőlük is tud. Hogy Isten nem ilyen szallagon kéri a hívő életet. És hogyha nem tudod ezeket a dolgokat ö, ezeket az áldozatokat meghozni, akkor, akkor gyakorlatilag nem vagy méltó hozzá. Én nem ilyen Isten, hanem még az anyajuhokat is, akik egyébként nem képesek arra, hogy úgy viselkedjenek, mint a többi juhok. Akik terheket cipelnek, őket szeliden vezetik. Külön említi a proféta, hogy Isten velük külön foglalkozik. Hogy ebben a speciális időszakban, amíg ezen átmennek, Isten különös módon foglalkozik velük, szeliden vezeti őket. Olyan csodálatos a mi Istenünk, hogy csak azért, mert egy speciális időszakon megyünk át, kinek-kinek lehetnek ezek sokszor gondolatok, sokszor függőségek, sokszor kihívások, harcok, és azt gondoljuk, hogy Isten elfelejtett bennünket, hogy, hogy ez a helyzet ki, ki szakított bennünket az ő kezéből. De nem igaz. Isten az anyajúhokról is tud. Isten ismeri azokat, akiknek akár ez az időszak is, ami előtt állunk, egy terhes időszak, egy nehéz időszak. Isten őket is meg akarja szólítani. Isten hozzájuk is le akar hajolni. És őket szeliden vezeti. Olyan sokszor használja a Biblia ezt a képet, hogy hogy az, az Úr a Pásztor, mi pedig a juhok vagyunk. Az ő népe vagyunk, az ő népének legelője vagyunk. Az ő legelőjének népe vagyunk. Olyan sokszor használja ezt a, ezt a képet az Úrra való kapcsolatot, és arra jöttem rá, hogy a bárány, a juhok azok nem olyan állatok, mint a többiek. A, a bárány az nem olyan, mint a láma hogy terheket cipel a hegyeken fölfele. Igaz, nem is köpköd, de nem olyanok. Nem, 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 olyan, mint a hegyi kecske. Kanadában is voltak óriási hegyi kecskék. Egyszer elmentünk a, a, a British Columbiában is, ott egy gyönyörű ilyen hegybe vájott medencébe jött a, a termálvíz, és ott fülöttünk, láttuk, hogy 100 méter magasságban is a kecske fölmászik, és két, vagy két lába, nem négy lába van, két, két irányba kapaszkodik, és próbálja magát a, a körmének a hegyével is felkapaszkodni a, a, hegynek a csúcsára, és nagyon sok kecske oda veszik, mert onnan magasból lezuhan, és ott van a, az út szélén megdögölve, leesik ebből a, ebből a magasságból. De a bárányok, a juhok nem ilyenek. Nekik még a legelészéshez is kell egy pásztor. Egyedül sok minden nem megy. Nem cipelnek terheket, és ez a, ez a legnagyobb számomra megnyugtató gondolat, hogy amikor Isten használja ezt a képet ö, magára és az ő népére rám nézve, vagy ránk nézve, akkor Isten tudja nagyon jól, hogy a bárányok, a juhok nem arra lettek teremtve, hogy terheket cipeljenek. Ő nem olyan, mint a málhás szamár, ő megpakolod és viszi. A bárány nem képes erre. A báránynak szüksége van arra, hogy az erős pásztor a kezébe vegye, és terelje az életét, őrizze az életét. Nem véletlen, hogy Isten mindig ezt a képet használja az ő népéle való viszonyában. Isten pontosan tudja, hogy azokat a terheket, amiket cipelsz, azokat nehéz cipelni. Azokat sokszor lehetetlen is cipelni. Ezért így jön a kijelentés Ézsaján profitán keresztül, hogy jön az Úr, pásztor, aki a báránykát az ölébe veszi, megnyugtatja, magához veszi. Jön úgy, hogy az anyajuhokat szeliden tereli, mert tudja, hogy ők egy speciális időszakban vannak, és a speciális időszakokban van egy speciális kegyelem Isten részére. Isten részéről. És Isten ebben az időszakban is át fog vezetni, Le legyen kétséged, Isten meg fog tartani, Isten ki fog vezetni ebből, és győztessé fog tenni, csak ragaszkodj hozzá. Nyugodj meg az ő jelenlétében. Mikor kell befejeznem? Rézem. Csak azért, mert egy, ide kapcsolódik egy dolog, amit, amit szeretnék még elmondani nektek, és ezzel befejezni. Tavaly karácsonykor egy nagyon nehéz időszakon mentünk át. Körülbelül egy, éven, egy éve már, tavaly karácsonyhoz képest, egy éve már két ö, negyedik stádiumú rákos embert gondoztam gyakorlatilag a nap 24 órájában. A szolgált mellett, a család mellett, a mindennapi dolgok mellett mindent. Naponta a 25-ször való beszélgetés az ápolónőkkel. Senkiük nem volt ezeknek az embereknek. Senkiük. Aki volt, mert volt egyesüknek családtagjuk, aki volt, azokat nem érdekelte. Vagy eltávolodtak tőlük, és hagyták ebben az utolsó stádiumban. Az orvos már annyira ismert az onkológián, hogy mind a kettőt vittem mindig, amikor szükség volt rá, hogy, hogy egyik alkalommal kérdezi, hogy, hogy, hogy vagyok. És én nem vettem észre, hogy tőlem kérdezi, hanem én tolmácsoltam tovább a betegeknek, hogy hogy, hogy vagytok, kérdezi a doktornő, hogy hogy telt a hét. És akkor mondja a doktor, nem nem, 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 ők, azt mondja, hanem te hogy vagy. Hogy tudod azt mondja ezt csinálni? És mondja, nem tudom, hogy ott tudom csinálni, de, de, Isten adott egy kielentést, hogy, hogy csináljam. Ezek közül az egyik ember egy idős ember volt, egy 78 éves idős bácsi. a másik pedig egy 40 éves fiatal srác, aki kijött Kanadában életet próbálni, de az első nem tudom, 6-7-8 hónapban kiderült, hogy Májrákos utolsó stádiumban van, és, és nincs senki -e. Mondom, nem akarsz visszamenni Tibor a családhoz, nem akarsz visszavisszünk, megoldjuk, valahogy lebeszéljük, visszaviszünk. és hogy legyél a családod körében az utolsó pillanatokban. De, de nem volt már neki eh, kihez, illetve akik voltak, azok is betegek voltak, és nem akartam megterhelni őket, úgyhogy ott maradt eh, velünk. Semmilyen nem volt eh, se ruhája, se ennivalója, se semmilyen. Úgyhogy mindenről eh, gondoskodtunk és csináltunk. És nagyon nagyon nehéz volt. Nem tudom azt körülni. Gyakorlatilag három ember munkáját végeztük ebben, a, ebben az egy évben. És emlékszem, hogy annyira nehéz volt, hogy valamikor ilyenkor, már december hányadika vagy nyolcadika van, valamikor december harmadika környékén, emlékszem, hogy már eltelt egy jó néhány éjszaka, és egyszerűen a feleségem nem volt jól. És uh, annyira uh, ismertek ezt a pánikrohamot, uh, olyan, mint egy nem majdnem szívinfaltus, de nem az. egyszerűen felmelkedik a pulzusod olyan, vagy mint hogyha atlétaként futottál volna, és nem tudsz, nem tudsz megnyugodni, egyszerűen rád tör egy ilyen roham, és, és érzed, hogy, hogy nincs rendben valami, de, de nem tudod mit csinálni. Úgyhogy elmentünk a kórházba, túl sokat nem tudtak mit csinálni, mondták, hogy meg kell változtatni az éles stílus, mert ez, ez, nem, ez nem fog nem fog menni, és nagyon nehéz volt. December, mint a karácsonyhoz közelettünk már el, eltelt közel négy hét, hogy szinte semmit nem aludt. Ez, ez volt a megnyilvánulása ennek a, ennek a rohamnak az ő életében, hogy egyszerűen felborult az a akármi hormonok, vagy bármi, ami, ami segít abban, hogy az ember beleessen egy olyan állapotban, hogy elaludjon. És uh, egyszerűen nem tudott uh, elaludni. Úgyhogy uh, hiába volt olyan fáradt volt, hogy én vittem a, a lakásba, én cipeltem a lakásba, nem tudott járni sem már, annyira, annyira fáradt volt. És, és ott voltunk ebben a helyzetben, hogy Istenem, hogy, hogyan tovább? És emlékszem arra, hogy mielőtt uh, bekövetkezett ez az egész, Azt hiszem, hogy így hogy a feleségem, hogy valahogy így. De ezt, ezt az egy mondatot kapta, hogy minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Nem tudtuk, hogy mi ez, nem tudtuk, hogy mi lesz, még nem is tudtunk, nem is érzékeltünk semmit abból, ami következik. Isten csak ennyit mondott előre, hogy minden rendben lesz. És itt vagyunk egy évre rá. És um, bizonságot tudunk tenni arról, hogy, hogy Isten komolyan gondolta, hogy minden rendben lesz. Hogy Isten ismeri a speciális időszakokat, Ismeri azt az időt, amin átmegyek. Tud róla, pontosan ismer minden gondolatot, minden helyzetet, ami nyomaszt, mindent. Ezért úgy jön, mint pásztor, aki lehajol. Úgy jön, mint aki az anyajuhokat is felismeri, és átvezeti a speciális időszakon. Megtartja őket. Megőrzi őket. Mert ő ilyen Isten. Ő ilyen Isten, hogy nem követel, hanem önmagát kínálja fel. A vele való közösséget kínálja fel, és így áld meg bennünket. Ézsajásnak ez a proféciája így kezdődik, hogy menj fel a hegyre, örömmondó Sion, emelt fel a szabadat hangosan, harsogan, harsogon, emelt fel, és ne fél, mondjad Júda városainak, imhol, Istenetek. Belemegyünk a karácsonyi időszakban, és lehet, hogy sokan meg fogják kérdezni majd a környezetedben, hogy miért mész gyülekezetbe karácsonykor. Miért töltesz időt az Isten házában, miért fontos ez neked? Szeretnék bátorítani arra, hogy ne félj felvállalni az Úr Jézus Krisztust ebben az időszakban, és, és a továbbiakban sem. Ne félj felvállalni őt! Nincs az Úr Jézus Krisztusban semmi szégyelni való. Nincs semmi olyan, amiért pirulnunk kellene, amiért bujkálnunk kellene, amiért vissza kellene húzózkodnunk, és azt mondjuk, hogy nem akarunk megbántani másokat, nem akarjuk, hogy kinevessék, nem akarjuk, hogy, hogy az emberek mondják véleményüket. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak. Teljesen mindegy, hogy mi a véleményük róla. Nincs az Úr Jézus Krisztus személyében, munkájában, az ő áldozatában a kereszten nincsen semmi szégyenlivaló. való. Mindent, amit tett, mindent, amit mondott, nyugodtan vállalhatod. Mert ő egy ilyen Isten, mint akinek Ézsajás is bemutatja a népnek. Hatalmas Isten, aki életeket meg tud változtatni. Olyan Isten, aki pásztorként tereli az ő nyáját és olyan Isten, aki felismeri azokat is, akiknek most nagyon nehéz, és őket is terelni akarja, és őket is vezetni akarja. Én áldom az Urat ezért, és kérem az Urat, hogy ne csak, de nem csak számotokra, hanem számomra is, hogy ne féljünk akkor, amikor meg kell vallani ezt a Jézus Krisztust. Ne legyünk olyan hogy is mondjam, alázatos, köntösbe búj, bújva, hogy hát, azért mi nem merjük meg valami, hát, mi azért nem merjük elmondani. Azt mondja Jézsás, hogy ne félj, mondjad hangosan, mondjad harsogón, menj föl a dombra, menj fel a hegyre, Válad bátran az Úr Jézus Krisztus. Nincs benne semmi szégyenlően méltó. Amit ő tesz ma is, ahogyan ő megérint életeket ma is, azt érdemes vállalni, azt érdemes képviselni mások számára is. A nehéz időszakokban is átvezet, megtart, mert ő ilyen Isten, hatalmas az Úr. Kívánom, hogy Isten áldja meg benneteket, és őrizzen meg benneteket. És ha valaki ilyen nehéz időszakon megy át, Kívánom, hogy élje át Istennek közelségét, bátorítását. Kívánom, hogy erősödjön meg Istennek igéjében, hogy az anyajuhokat Isten szelíden vezeti, mert ismeri azt a kihívást, ami van az életükben. Ha megengeditek, még egy néhány percben imádkozunk, és utána átadom a szót. Kérlek benneteket, hajtsuk meg fejénket, és menjünk így imában az Úr előtt. Atyám, köszönöm neked, hogy pontosan eh, tudsz velünk kapcsolatosan mindenről. Ismered, hogy mi az, ami foglalkoztat, ismered a vágyainkat, gondolatainkat, ismered a harcainkat, a kihívásainkat, és pontosan tudod, hogy mire van szükségünk. Istenünk ezért benned akarunk bízni, és rád akarjuk bízni a mi életünket. Ebben az időszakban is. Minden terhével, minden harcával, minden kihívásával együtt minden lelki dolgaival együtt, minden mentális dolgaival együtt. Istenünk szeretnék a kezedbe tenni a mi életünket, mert megismertük, felismertük a te ígédből, hogy te olyan Isten vagy, aki nem csak hatalmas vagy, hogy megváltoztassad a dolgokat, hanem arra is képes vagy, hogy pásztorként lehajol hozzánk, hogy szeres bennünket, hogy törődjél velünk. Tudod, hogy hogyan működünk, tudod, hogy mire van szükségünk. Kérjük, hogy újíts meg a mi szívünket. Kérjük, hogy ezen az előttünk álló ünnepi időszakban is szólíts meg bennünket úgy, ahogy még nem szólítottál meg, ahogy még nem értettünk meg téged. Hadd kerülünk olyan közel hozzád, amilyen közelségben még nem voltunk Istenünk. Istenünk, hadd ismerjünk meg téged újból. Hadd ismerjünk meg személyesen a mi harcainkban, ami mi kihívásainkban. Hadd ismerjük meg a te drága kinyújtott kezedet, hogy ma sem rövidült meg, hogy ma is életeket változtatsz, hogy ma is megáldod és tereled az anya juhokat, mert ismered az ő helyzetüket, állapotukat. Istenek szent lelke, kérlek, hogy az igét pecsételd el a mi szívünkben. Hadd teremjen hitet, had teremjen gyümölcsöt, Had legyen a mi életünk, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Amen.